Fél időhöz érkezett a nyári ellenőrzés sorozat. A Nemzeti Adó és Vámhivatal július 7-én kezdte az országos nyári akcióját, mely keretein belül kiemelt figyelmet fordít a strandokra, a nagyobb rendezvényekre, fesztiválokra, valamint a nyári szezonális termékeket árusítókra és szolgáltatókra is. A cél a visszaélések kiszűrése, a fekete foglalkoztatás, az illegális árusítás, a bevételek eltitkolásának feltárása. A jelenlegi tapasztalat hasonló a múlt évihez. Tavaly a nyári ellenőrzések harmadánál tártak fel valamilyen mulasztást az adóellenőrök, most is hasonló a tapasztalat, illetve a nagyobb rendezvényeken, tehát ahol nagyobb tömegek megfordulnak, ott nagyobb a kísértés is a vállalkozók számára. Itt egy picit magasabb a mulasztási arány például a nyugtaadás ellenőrzésekor, vagy például a munkaidőn kívüli, tehát esti órákban, éjjel, vagy hétvégén végzett ellenőrzéseknél is magasabb a mulasztási arány az átlagoshoz képest. A régiós és a megyei adatok egyébként hasonló tendenciát mutatnak, mondta Kovács Mária, aki hozzátette, az idei nyár újdonsága, hogy az online pénztárgép adatokat is figyelik, elemzik a revizorok. Ha azt látják, hogy rendszertelenül vagy épp egyáltalán nem érkeznek, esetleg gyérforgalomról tanúskodnak az adatok, akkor célzottan felkeresik az adott vállalkozót, akit akár próbavásárlással is ellenőrizhetnek. A revizorok azonban nem csak büntetnek, hanem segítenek is. Nyári ellenőrzések alkalmával, amikor a pénztárgép használatára, beszerzésére vonatkozó bizonylatokat ellenőrizzük, akkor a tájékoztatás, a segítés is a cél a helyszínen, tehát hogy az összes körülményt mérlegelik a revizorok, és nyilvánvaló, hogyha az adózó önhibáján kívül nem tudott valamilyen kötelezettségének eleget tenni, akkor lehetőség van a mérlegelésre. Ha azonban a körülmények arra utalnak, hogy szándékosan próbálta eltitkolni a bevételét, akkor a vállalkozó számíthat szankcióra. A nyári ellenőrzés sorozat augusztus 29-éig tart.